A papír színházi előadás csak az egyik módja a mesélésnek, ennek módszertanával is megismerkedtek a kisgyermek gondozó képzésben résztvevő diákok. A mesélésnek, a történetek megjelenítésének azonban számos módja lehet, azonban nem a formáján van a hangsúly, hanem azon, hogy minél korábban elkezdjünk a kisgyerekeknek mondókákat, meséket mondani, hiszen a mesélés megtanítja a gyerekeket figyelni, de jó hatással van a testi lelki fejlődésükre is. Ma már számtalan kötet van, amely segíti a kisgyerekekkel foglalkozó pedagógusok munkáját. Ezeket is megismerhették a diákok. Bemutattam nekik azokat a könyveket, amelyek vagy pedagógusoknak és szülőknek, vagy kimondottan pedagógusoknak szólnak, és a kisgyermekek nevelésére, annak is inkább az anyanyelvi nevelésére fókuszálnak. Népi játékok, mondókák kezdő szinten, aztán ezt majd tovább folytatva versek, népmesék, és minden tématerületen szépen kibontottuk, hogy melyikkel kapcsolatban mi a fontos, amit egy kisgyermekgondozó beépíthet az ő munkájába. Annak. Akos út Lajos Technikum Szakképzőiskola és Gimnáziumban zajló projekt oktatás lényege hogy a tanítási órákon megszerzett elméleti ismereteket a diákok gyakorlati foglalkozások keretében is megerősítsék. Egyszerűen szolgálta jelen esetben a könyvesboltban tartott módszertani bemutató is. Nagyon sok technikát megtudtunk, hogy hogyan lehet egy gyermekcsoporttal egy mesét földolgozni a gyerekek egy tabló elkészítése során mindent tulajdonképpen dokumentálnak, amire szükségünk van a módszertani tekintetben. Úgyhogy forrásokat írnak le a lányok, hogy mégis mi az, ami felhasználható egy mese délután során, és technikákat sajátítottak el. Tulajdonképpen jártasságot, képességet szereztek ahhoz, hogy hogyan lehet gyerekekkel, kicsi gyerekekkel, bölcsödésekkel, óvodásokkal foglalkozni. A fiatalok a kisgyermek neveléssel kapcsolatos új információkat is begyűjtöttek a foglalkozás során. A mesékből is tanulhatnak, különféle kreativitással lehet őket fejleszteni, mármint a kézügyességüket, és lényegében boldogsággal töltheti el őket, de érdekessé kell, hogy tegyük ezt nekik. Az oktatási intézmény fontos célja, hogy a kisgyermek gondozó képzésben résztvevő diákok a könyvesboltban szerzett új ismereteket a későbbiekben munkájuk során is hasznosítani tudják.